Sziasztok, Ferir vagyok, és mit látnak szemeink, csak nem Elden Ring végigjátszás 34. része, de egy napot pihentettem a játékot, hát ja, durván olyan, kicsikét több mint 24 órája nem játszottam vele, ami azt kell mondanom, hogy abban a rohamban, amit eddig csináltam, szerintem egy eléggé nagy kihagyás, de nem bánom, mert kellett is egy kicsikét újra töltődjek, azért eléggé hardcore-an toltam az elmúlt 10 napban ezt a játékot. Szóval jó, hogy tartottam egy kis pihenőt benne. Úgy érzem, hogy semmiképpen nem vált a hátrányomra. Talán kicsikét most tisztában tudom megint látni a dolgokat. Na, ugye ott tartottunk, hogy nagy szenvedések árán ugye megcsináltuk azt a katakombát. Ugye a Giant Mountain Top katakombot, arra majdnem ráment, sőt, ráment az egész rész. Voltunk ugye itt, a Bestial Sanctumban, ahol ránk támadt a Bestial Cleric, de végül nem kellett megölnünk, és ő se ölt meg minket, mert ő megölt minket, de értitek. És igazából hát ugye kiderült, hogy ez a Forbidden Lands és a Mountain Top of Giants terület, ez kicsikét offos jelenleg, mert nagyon nehéz. Elgondolkodtam azon, hogy esetleg ide kéne jönni Hoslovért, de szerintem egyelőre Hoslovot hagyjuk. Egy kicsit, vagy legalábbis még elgondolkodok rajta, de ez a terület ez nagyon nehéznek tűnik még, főleg az én szintemre. Nem tudom, tehát ugye ezt az előző részben is már mondogattam, és érzem is, hogy 88-as szint egy kicsikét kevés lesz. Főleg úgy, hogy egy-két játékos, ahogy hallottam, azon röhögök, hogy ilyen... Nem tudom, tehát én valamit nagyon elrontottam, tuti, mert ugye én még itt Khalidet még meg se csináltuk, ugye, tehát itt még nem nagyon csináltunk olyan sok mindent, csak ugye felfedezgettük inkább. Tehát Khalid az nincs is meg. Ugye Nokron elveszett városában se voltunk, tehát azt nem tudom pontosan, hogy hol van, de azt tudom, hogy valahol a föld alatt kell majd keresnünk. És akkor még ráadásul ugye még mindig van egy-két hely, amit kihagytam. Tehát a föld alatti területek, Khalid, tehát föld alatt egy-két terület, amit tudom, hogy kihagytam. De úgy, hogy azokról beszélgettünk is, ugye, hogy vissza kell menni, ugye Khalid nincs meg. És ugye mentünk volna az óriások földjére. Talán az egyetlen érdekes dolog ugye, hogy én megcsináltam a Volcano Manort, meg ezt a részt. De például ezt a területet sem néztük át rendesen, szóval van mit csinálni. Jelenleg visszatérünk a Raya Lucaria Akadémiára, mert megnéztem egy videót arról, hogy én itt elhagytam bizony egy staffot. Na most annyit nem fogok, ugye ezt már meséltem nektek, hogy guide-okat nem nézek, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon úgy érzem, hogy elakadtam, vagy esetleg úgy érzem, hogy nem sikerült felderíteni mindent, azt megnézem. Például van egy ilyen kisebb youtuber, aki nem spoilerezik, de elmondja, hogy hol találhatóak meg bizonyos dolgok. Pontos útmutatást nem ad, csak annyit mondta, hogy na ott. És tudom, hogy elhagytam például itt egy nagyon jó staffot, amiért szeretnék visszamenni. Tehát a Raya Lucaria Akadémiát megnézzük, és miután azt kipucoltuk, szerintem lehet, hogy elmegyünk a Hierogryphhez, de őszinte leszek, nem akarok még katakombát csinálni most. Tehát inkább elmegyünk és körülnézünk itt Khalidben. Tehát itt a vérföldeken, ahogyan én hívom, pedig az a rothadás földje, de értitek. Na, szerintem ennyit elég a pofázásról. Látszik egyébként, hogy pihentem, mert csak azért pofázok ennyit. Egyébként nem pofáznék ennyit. Már nem emlékszem, hogy hova kéne teleportálnunk. Itt a Raya Lucarián belül. De itt az idő, hogy visszamenjünk. Illetve van egy dolog, amit feltétlenül meg kéne nézni. Szerintem nem ez a jó. Nekem van egy olyan érzésem, hogy nem ez a jó. Itt van a Raya Lucaria Grand Academy. Ez a Main Academy Gate. Hűbe ezek. Ez a Crystal Cave. Most én sem tudom pontosan, hogy ez hol volt, tudjátok? Jó, itt elfutunk erre, és itt hova érkezünk? Nem, ez nem a jó. Ez nem a jó. Ez nem a Church of Kukó kell nekünk. Nézzük meg a többit.
Lehet, hogy ez az? Szerintem lehet, hogy ez az. Az igazság, hogy meg kell találnunk azt a helyet. Ez a Academy of Raya Lucaria, igen. Nem, ez sem az a hely. Hát ez kicsikét ilyen trial and error lesz. Debate Parlor? Nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy egy olyan helyen kell landolnunk, ahol a nagy... hogy hívják ok vannak? Aha. Ez kell nekem? Szerintem ez fog kelleni. Így van. Na, ez innentől. És akkor tudom is, hogy nagyjából egyébként a múltkor is már mondtam, hogy szerintem azt ott elhagytam, de a megnézett segítség az igazolta is, hogy valóban elhagytam valamit itt. Hát jó, mondjuk már olyan 10 résszel ezelőtt, szóval jó régen. Memorizálni akarok spellt, mert nekünk ez a Glintstone Pebble-t, ezt fogjuk berakni jelenleg. A karmokat bent tartom egy kicsit. Ez a Gelmir's Fury-t, ezt kicseréljük. Ezt mindjárt kicserélem erre. A kardok maradnak, ezt kicserélem. Ezt a robbanást erre megnéztem, hogy mik a hatékony varázslatok, és van egy pár. Ez a tűzvarázslat, ez annyira nem volt hatékony, nagyon kicsi a range-e. Tehát most elkezdjük a varázslatokat hatékonyabban berakni. Illetve most rá fogunk arra menni, hogy tanuljunk újakat, hogyha lehet. Jelenleg a célom, hogy elérjük a 52-es intelligenciát. Tehát, hogy nagyjából 100-as szintre. Hát, kicsikét magasabb, olyan 101-re, 102-re meglegyen. Az igazság, hogy lehet, hogy megint újra kéne majd speccelnünk. Ugyanis 4 dexterityt. Hát, nem is négyet, talán egy dexterityt, nem tudom. Az igazság, hogy mondjuk a dexterity, hát ja, mondjuk csak egy dexterity van, egy dexterity pontot osztottam el rossz helyre véleményem szerint. A többi az szerintem jó helyen van. Őszinte leszek, csak egy dexterity pont nincs jó helyen. Na, az igazság, hogy a Peebles-t rakom be, a Glintstone Peebles-t, mert ennek van az egyik legnagyobb range-e. Mert a másik az jó, az nagyot üt, az egy korrekt damage-elő cucc, de ez nagyobb. Tehát ez nagyobb. Nagyobbat üt. Igen, itt vannak a fiúk fönt. De mondjuk ez miért nem mozdult meg? Ez nagyon lazán lekezelte ezt. Hát igen, ez az akadémia már nem olyan nagy probléma a számunkra. Semmiképpen sem. Furkáljuk itt ezeket le, hogy ne jelentsenek problémát. Hoppá! Azért még vannak itt problémák. Na, az igazság, ez a Peebles-nek ugye nagy a range-e. És nekünk most ennyi elég is. Így. Jó. Még annyit megcsinálok, pillanat türelmeteket kérem. Beindítok egy stoppert. Ez lehet, hogy nem lesz olyan nagyon hosszú rész. Ez lehet, hogy csak egy ilyen órás lesz. Pillanat. Stopper óra. Nagyon jó. Tehát lehet, hogy ez csak egy órás lesz. De majd meglátjuk. Ez igen. Amennyit lehetett, azt mellé szúrta. Hát, mert valahol le kell ugrani egy tetőre. Most azt a helyet keressük. Vagyis van ennek egy... föld...
Bocsánat. Van egy... egy terület, ami a föld felett megy. Hát igen, tartsatok pihenőket, én úgy érzem, hogy ez sokat segít a mentális állapotom. Nagyon jó egyébként, hogy abba hagytam egy kicsit a játékot, sokkal energiadúsabbnak érzem magamat. Mert az elmúlt, hát nagyjából 10 rész, amit láttatok, az mind abban a frusztrált, nagyon rossz állapotomba telt. Tehát azokat viszonylag egymás után vettem föl, tehát ilyen 4-5 órás, néha 6 órás sessionöket tartottam. És azokat daraboltam föl, és sajnos szerintem az ráment az idegeimre ennél a játéknál, hogy nem teljesen úgy álltam hozzá, hogy kellett volna. Tehát kicsikét agresszívabban kezeltem a dolgokat. Általában, hogyha én próbálok nyugodt maradni, de nem igazán sikerült sajnos. Ott egyébként én ott hagytam valamit a múltkor. Vagy azon a lépcsőn fő kell. Hoppá. Nagyon, én őszinte ezeket most ide besétáltam. Néztem nagyba, hogy mi van ott a túloldalt. Őszinte leszek, szerintem a softcap-ek, ahogy olvastam, most már inkább 60-ok. És a hardcap-ek 80-ok. Tehát 30-as dex az igazából nem számít nagyon erősnek itt egyáltalán ebben a játékban. Sőt, kifejezetten gyengének számít. Ellenben 30-as dex az arra pont jó, hogy egy ilyen önvédelmi vérzéses buildhez jó legyen. Tehát azt az egyet nem tévesztettem el. Tehát innentől kezdve a dex abszolút megállt, inkább az intelligencia fele hajlunk majd, srácok. Tehát inkább ez egy intelligencia build lesz. Nem hittem volna, hogy ilyen battle mage és abból is inkább a battle és a mage státusz fog megnőni, de hát ez lett belőle. Köszinte leszek, kicsikét untam már a quality buildet, mert látom, hogy hatékony, de nagyon tetszik a mágia ebben a játékban. Na, tehát be kell vallanom, tetszik. Nem voltam soha egy játékban sem mágus. Hoppá, hát ezek már nem ütnek olyan nagyot, tehát ezekkel nincs gond. Ezeknek a szintje nem olyan vészes. Mondjuk kicsikét a From Software-nél annyit sajnálok, hogy nem mertek ugye nagyon-nagyon új enemy dizájnokat csinálni. Tehát, hogy a adott területen ugye sokszor találkozol olyannal ugye, hogy a... Jó, mondjuk ez a Dark Souls 3-ban is így volt, tudom. Tehát tudjátok, hogy van egy ellenfél típus, mit tudom én, csontváz. Az egyik területen tök könnyű megölni a csontit, a másikon meg hát ugye nem olyan könnyű. És ugye ez azért van, mert a különböző areáknak ugye különböző szintlimiteket adtak. Tehát érződik ugye, hogy hol kellene nagyobb szinten bemenni, hol kellene kisebb szinten bemenni. Ó, ezt el is felejtettem, hogy a hátam mögött is lesz egy. Oké, mindjárt lefutok érte, nem szeretem, hogyha hátam mögött még agresszívoskodnak. Oké. Ezeknek a kicsontozására jelenleg nagyon jó a rapidunk. És igen, itt van ez a hely. Na, és akkor ide kellett volna leugrani. Ez egy teljesen új területet ad a Raya Lucaria Akadémiára. És igazából itt keresjük a varázspálcámat, amit majd a jövőben használni fogunk. Itt vannak ezek a marionettek, ezek már annyira nem problémák. Egész nagyokat üt. A P-ből ezekre nagyot fog ütni. Ez viszonylag egy olcsó spell. Azért is választottam most ezt inkább, mert viszonylag ez olcsón megvan. Golden Room. Mostanában tök durva, megpróbáltam újra nézni a Stranger Things-et, ugye a Netflixen. Hát az első évad az nagyon jó továbbra is, az tényleg sokszor újra nézhető. A második az már olyan,
És akkor utána egyébként szerintem a harmadik az, az már csak az olyan egyszer nézhető. Nem azt mondom, hogy feltétlenül rossz, de az már a Stranger Things-nél nincs meg az a, az a, az a dolog, ami kellene. Óha, kis gárgoly. Érdekes ellenfél, ezt nem is láttuk, ezt a múltkor ez kimaradt. Ahogyan ez a érdekes mágus is. Ez a duálos. Uva. Az akkoriban biztos, hogy hozta volna rám az idegbetegséget. Úgy, ezek mágiával azért gyorsan meghalnak. Látszik, hogy mágiával már jobban scale-lelek, mint izével. Ennek jó a damage-e. Aaaaah, megy innen! Igen, hát a mágikus damage-ünk azért az sokkal értékelhetőbb már, mint a közelharci. A közelharci az csak is bleed-del értékelhető. Meteor Bolt. Nagyon jó. Nagyon jó! Csak itt közelebb húzom a mikrofont. Mostanában nagyon rossz szokásom, hogy így elkezdek lefeküdni. Nem tudom, majd meséljetek róla, hogyha van kedvetek, kommentekben nyugodtan, hogy nektek is van-e rossz szokásotok, amikor mit tudom én játszatok? Nekem például nagyon rossz szokásom már válik, hogy elkezdek lecsúszni a székbe, pedig tudom, hogy nem kéne. Most azt nézem, hogy akkor erre elfutottam, és ott le kéne tovább ugrani? És nincs tovább fölfele? Amint látom, ez... Megnézem még egyszer, hogy nincs-e följáró, de én nem látok. Még egyszer átmegyünk. Better safe than sorry, ugye? Oké, nincs. Elméletileg erre haladunk tovább. Jó. Igen. Onnan pedig... Ez levezet ide. Körülnézek. Arra semmiképpen sem. Jó, látszik, hogy merre kell menni. Nem arról van szó. Érdekes egyébként ezek a helyek. Így. Fura, de érdekes. Igen. És akkor itt pedig... Leesel arra. Itt van a marionett. Jó, hát ezt leszúrjuk. Ezt leszúrjuk, mert gyorsabb leszúrni. Egyetlen hátránya, mondjuk ennek a pívülnek van egy nagyon jó dolga, hogy gyors. Tehát ez, tehát nem is az, hogy gyors. Nagy a táv, nagy a táv. Ezt szintén ugye igazából egy ilyen YouTube videó hívta fel erre a figyelmet, hogy igen, nagyobbat seb, ez az, amit használtam. Ugye a nagyobb Grimstone lövedék, de lassabb is. De nem sokkal lassabb, de egy picit lassabb. Illetve nagyobbat üt, de nagyon kicsi a táv. És annyival meg nem üt nagyobbat, hogy feltétlenül validálja azt, hogy te azt használjad folyamatosan. Igazából. Igen. Ja, várjál, arra? Arra. Jó van, don't gond, még nincs totálisan eltévedve senki. Hero. Igen, jó. Akkor merre, jobbra vagy balra essünk? Hát, essünk erre először. Jó. Jaj, bazd meg, a hullája velem esett le. Ó, és akkor arra át. Csak először megnézzük ezt. Ó, itt van egy létra. Descend. Igen. Van egy létra. Azt ott az, megszívta az ottan. Kettővel. Két lövedék. Nagyon jó. Szerintem. Az is megszívta. Igen, látjátok, ez a jó a Peeble-ben, hihetetlen távolságot lemegy a Glintstone Peeble. Hát ez nagyon jó. Igen, de akkor oda csúszok le. Oda meg... Most én még le akarok csúszni, merje? Csak lassan lemegyek. Ezt én nem vettem észre, vagy nem mentem ide föl? Nem. Nem, erre ide még nem jöttem be. Ezek kis rákok itt. Hagyjátok békén ezt a jó embert ottan.
ezt nem hiszem el. Hát, bocsássatok meg, de... Sajnos már megint csörög ez a rohadt telefon. Mindjárt azután fölveszem a lootot. Nem akarom megvágni a videót, ne haragudjatok, tehát tényleg egy percnyi itt vagyok. No, hát mégiscsak megvágtuk a videót, mert kicsikét tovább tartott a telefon, mint gondoltam. Na, szóval itt is lennénk. Somber Smithing Stone. Nem baj. Szóval meg kellett vágni a videót egy kicsit. Nem baj, egyáltalán. Az igazság, hogy muszáj volt megvágni, mert túl sokat néztétek volna azt, hogy nem csinálok semmit. Szóval megvágtuk. Aham. Az a jó, hogy a YouTube-nak is van egy saját, a YouTube stúdióban egy ilyen kis vágókája, ami arra nagyon jó, hogyha nem akarok itt a gépen vágni, mert őszinte leszek, a gépen már nem mindig szeretek vágni. Tehát az a jó, hogy a YouTube stúdióban is meg lehet ezeket vágni. Tehát az ilyen nyersanyagokat simán meg lehet vele vagdosni, hogyha nem akartok alá rakni. Tehát hogyha most mit tudom én, nem akartok egy nagyon fancy videót, nyilvánvalóan nem akartok alá rakni semmit, ismeritek, tehát aki videó szerkesztőket használ, az tudja jól, hogy kicsikét, tehát hogy a gépedet használod, tehát a gépednek az erőforrásait használod, a gépednek az idejét használod ugye vágásra, főleg az olyan kis szegények, mint én is vagyok ugye, akik kénytelenek ugye a gépüket használni mindenre, azoknak ilyen szempontból ez a YouTube-os dolog nagyon jó, hogy föltöltöd a videót, és technikailag a videó töltése közben tudsz más dolgokat csinálni, és a vágást pedig elintézed a YouTube-on, és a YouTube pedig majd kirendereli neked,
újra ugye az egész videót a vágott formában, nyilván ez csak nyers videóknál jó alkalmazható, de ilyenekhez nagyon jó, ilyeneknél nagyon jó. Nagyon jó, jó, rengeteg időt spórol. Na, fussunk neki. Oké, okay. Is vagyunk. Megöltük a marionett haverokat. Van egy bejáró. Azon gondolkodom, hogyha leesünk, akkor vissza tudunk-e menni. Reménykedek benne. De szerintem nem tudom. De nézzünk körül mindenhol. És ennek nézzük meg, haladjunk föntről lefele. Voltak a marionettek. Ó, ezek már nem ellenfelek. Hát Istennek, ezek egész gyorsan halnak. Jó, jó egyébként egy kicsi relax. Azután, hogy mekkora szívás volt az előző részekkel. Jó, jó egy kicsikét relaxálni, hogy nem kell úgy sietni. Ennek nagyon örülök. Elbírjátok képzelni, mennyire értékelem most ezt a kis nyugalmat. Tehát, hogy nincsenek olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon túlerős ellenfelek. Kicsikét be kéne kapcsolni a fényt, már nem látunk. Mint a Gandalf, én is megkockáztatok még egy kis fényt. Golden Rune. Amit észrevettem magamon, a szóismétléseken kívül, hogy rengeteg hasonlatot használok mindig az ilyen végigjátszásoknál. Tehát főleg Gyűrűk Urából, meg más filmekből. Nagyon szeretek különböző metaforákat, hasonlatokat használni, vagy konkrétan idézeteket adott filmekből. Szereplőknek az idézeteit. Remélem annyira nem idegesítő. Néha kicsikét úgy érzem, hogy talán túlzásba viszem. Ez az Academy Glintstone ki. No, bazd meg! Megvan a izének, a csávónak a botja. Vagy botja? A csávó, a pap. Nem a bot, ez nem a bot volt. Nem ezt kerestük, de örülök, hogy megtaláltuk. Szóval itt, ezt például nem néztem meg. Azt megnéztem, hogy valamerre erre található a bot, azért mondtam a botot, azt hittem, hogy ez a bot, de aztán rájöttem, hogy nem, ez a másik Glintstone ki. Ez egy küldetéshez kell majd. Ja, Spajzsos József. Akivel úgy különösebben nincs baj. Hamar hal. Ja, azért... Még van erejük. Ő. Még jó, hogy viszonylag jobb lett a ellenállásunk. Az nagyon komoly az a csávó. Kis szintjéhez képest. Ez jó erős lehetett. Ezzel kurvára vigyázzatok. Ez ilyen 20-as vigornál, kevesebb páncéllal, meg ellenállással, ez elmebetegen erős. Oké, ez a Shattering Crystal spell, ezt is néztem, megnéztem az összes spellt a YouTube-on, hogy mit tudnak. Ezt láttam, hogy nem olyan rossz, de nem is annyira jó. Ez egy ilyen shotgun. Most, hogy mage buildet csinálunk, vagy inkább mage buildre megyünk, tehát mondom, ez a battle mage, annyira nem akarok. Kis rák, kristályrák. Hey. Érdekes, hogy a... Jó, ez egy fejes szerintem. És azt hiszem ezzel megvan a Karolos Glintstone Crown és a Twin Sage Glintstone Crown. Hát eléggé bután néz ki, szóval ne ragudjatok, de nem veszem föl. Nagyon sok youtuber szeret szórakozni azzal, és ezzel nincs semmi gond, a félreértés ne essék, hogy ilyen vicces öltözetekbe mennek, én annyira nem szeretek poénkodni ilyenekkel. Én általában a játékokba szeretek jó kinézni. Nekem ez egy nagyon fontos faktor a játékoknak, hogy a karakterem ne úgy nézzen ki, mint egy idióta. Lehet, hogy ezzel valaki nem ért egyet, azzal sincs semmi gond, de én például engem kifejezetten rohadtul irritál.
amikor a karakterem, hogyha... De minden játékban, tehát ahol van karakterkészítő, karakter. Ha a karakterem úgy néz ki, még akár az önhibámon kívül is, egy ideig, mint a bohóc, engem nagyon frusztrál. Ó, oh, hello! Ez a assassin, az a jó, hogy egész jól stegereli. Ez a kis píbül is. Szóval nem olyan rossz ez. Nem olyan rossz ez a píbül. Na, ezt kerestük, az Azur Glinstone staffot. Ez lesz a következő, ami kelleni fog nekünk. Ugyanis az Azur Glinstone staffnak a követelménye 52 intelligencia. Mondhatnánk ugye, hogy lassabban scale-el, de ennek, hogyha elolvassuk, mindjárt, nem komperelni akarom, hanem... Ez, igen. Ennek az ornamentnek nincsen skill-je. Itt van-e, hogy ez mit tud? Hogy gyorsabban idézel, de több FP-t fogyaszt. Tehát sokkal gyorsabban idézi meg, tehát kétszerűen gyorsabb idézi meg a dolgokat. Cserébe több FP-t fogyaszt. Ez arra jó, hogy kismágiákból hatékony mágiákat tudjunk csinálni, ami szerintem egy ilyen battle mage-nek, mint én vagyok, ez nagyon jó lesz. Illetve majd nyilvánvalóan megnézzük, hogy mennyi is az az annyi, amit tényleg fogyaszt. Mondhatni egyébként végeztünk is. Tehát itt már több dolgunk nincsen az akadémiám. Csak ezekért jöttem. Tehát más már nem nagyon szeretnék. Még visszanézek egy kicsikét. Hogy le tudunk-e ugrálni valahol. Mert amint látom... Hát... Igen, ott vannak, de szerintem... Igen, ezen a helyeken már voltunk. Ez ennyi volt. Na! Akkor amiért kellett, azt eljöttünk. Ezzel teljesen megvagyunk. Következő, azon gondolkodok, hogy mit kéne megcsinálni. Én azt nem tudom, hogy ide hogy a pitchbe jövünk be, mert itt, mintha én még nem lettem volna. De nem is tudom, hogy ide hogy jutunk át. Mindegy. Mindegy, egyelőre nem keresem meg. Hogyha gondoljátok, leírjátok. Itt Tower of Return-be voltam. Szerintem most elmegyünk a rothadás földekre. Az is lehetséges, hogy benézünk, mert azt tudom, hogy itt van Radahn. Az tuti. Ugye a Radahn tornyában már voltunk is. A nagyfát azt hiszem nem csináltam meg. A sárkányt azt ott hagytuk annó, illetve a sárkányok. Tehát igazából mindent ott hagytunk. A lényeg mindent ott hagytunk. A Kaelit katakombába, hogy voltam-e? És hogy megcsináltuk-e? Passzolom. Már nem emlékszem. De menjünk ide. Ide megyünk, ugyanis szerintem eljött az idő, hogy elmenjünk Radahnhoz. Elméletileg ő neki kellene a kisebb problémának lennie. Most már. Erős biztos, de hát mi megköltözöttünk Rijkaarddal, meg legyőztük Morgothot, ki elméletileg a nagyobb szintet képviselik. Hát remélhetőleg Radahn is meg fog halni. Egyelőre csak így megyünk gyalogosan. Óvatosan körülnézünk mindenfele. Ez is egy jó bizalomgerjesztő hely, baszki. Mondjuk ez egy újabb kastély. Fű, bazd meg. Hát, ez hova vinne? Ez, amit látom, ez visszafele vinne. Tehát ez nem pálya most. Igen. Nem nagyon van őrség? Vagy én vagyok a hülye? Mindegy, nézzük meg a tornyokat először. Igen. Kifogytunk a materiálokból is, következő részre
szerintem csak összeszedek egy párat, mielőtt elkezdődne ez a rész. Egy olyan 10 percet rászánok. Miért nincsenek katonák itt? Ez a bázis tök üres. Eddig. Smithing Stone 3, aha. Hát igen, igazából az volt a baj szerintem, hogy én rosszul mentem. Mármint úgy értem, hogy hát jó, nem tudhattam. Tehát alapból, hogy erősebb területek fele mentünk, például megcsináltuk ugye a fővárost, a Volcano Manort, és pedig logikusan ez lett volna a következő hely, Kaelid. Na mindegy. Tehát mi az erősebben mentünk, ez remélhetőleg akkor így könnyebb lesz. De hol a létra, bazd meg? Hülye vagyok, már nem látom. Szerintem az ott van elő, csak hülye vagyok. Hol van a létre ehhez? Ott van egy létra, rendben van. Egy a toronyból lehet odaugrani rá? Aha, a toronyból lehet odaugrani rá, jó, akkor nem keressük. Szerintem egy-kettőben voltam itt is. Na ez a baj, már nem emlékszek, tudjátok? Tehát nem emlékszem, hogy mi hol volt. Annyit tudok, hogy itt bent tuti, hogy nem voltunk. Azért ilyenekre emlékeznék. Érdekes, hogy ilyenkor már Godrikéknál engem már szarrá lőttek. Itt meg olyan, mint hogyha lemaradtam volna bazd meg a csatáról. Azért nem futok, mint egy idegbeteg, mert attól félek, hogyha nagyon-nagyon belelendülök a futásba, akkor valami csúnya elkap. Wow. Úristen, mekkora az a bícs ott, te. Oda egyáltalán? Vagy nem? De ott voltunk már ott is, azt tudom, hogy micsoda. Ott vannak a hollók, azt hiszem. Ő, bazd meg. Oroszlánok vannak bent. A pengések. Hm. Hát nézzünk körül. Van valami, ami már bizsereg. Mint látom, itt lejjebb kell ugrálgatni majd. Jó. Csak először ezt. Ja. Így. Oké. És itt tényleg nincs senki. Nem vagyok hajlandó elhinni. Pedig ez egy nagyon tiszta meccs. Mit őriznek itt? Ja, meg tudom, hogy ezen a területen van a Meteorite Staff, amit simán elhagytam a Peachbe. Smithing Stone 6. Az jó. Ami egyébként, sokan mondják, hogy hát ugye SS scaler. Igen, SS scaler, de megnéztem, a Demi-Human Staff leelőzi. Egy idő után. Vagy legalábbis közel azonos szinten mennek, olyan plusz 14-től. Mert ugye a Demi-Human Staff is egész jó scaler egy idő után. De nekünk ugye az azur kell, tehát igazából az itemek sorrendje úgy lenne nekünk, hogy ugye használnánk az azur Greenstone Staffot, és az azur Greenstone Staff után pedig a Carian Regal Sceptert, ami elméletileg ugye felerősíti ugye a mummágiákat. Csak az a baj, hogy mondjuk én is, te Renálánál is elkövettem egy hibát. Például nem tudtam, hogy le lehet másolni a boss skilleket, de vagy a boss úgymond maradványokat, tudjátok, amiket kaptok, lelkeket. És ha lemásoljátok őket, akkor mind a két tárgyat kivehetitek. Most például Renálánál tök jó lett volna kivenni a hold varázslatát, de hát azt már buktuk. Azt nézem, hogy ide át tudok ugrani anélkül szerintem, hogy meghalljak. Azzal nem az a probléma. Hát, mondjuk szerintem alapból is ezt így szerették volna. Hogy így ide ugorj. Tehát Radanékhoz sincs bejárat központilag. Hol van már ez a büdös? Nincs itt.
És tényleg úgy megyek, mint egy nyugdíjas. Á, ezek nagyon sérülékenyek, ez nem lesz egy... Ezek nagyon sérülnek ettől. Jelenleg nem lesz ebből probléma, úgy érzem. Csak most már vigyázzunk az XP-re, amit kapunk, mert szinteket kéne lépni. Vigyáznom kell rájuk. Kettő elég. Abszolút jó. Ennyi izére, ami nekünk van, mindunk. Erre abszolút jó ez. Ez a kicsi is. Az a jó, hogy egy kicsikét stagereli, és van időm ütni. 273-ak nem is olyan rosszak értük. Nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Wow. Az egész izé körül, az izé lett a kedvenc szavam. Hű. Oh, From, mit csináltok már megint? Így. Aha. Ott a bét. Ott a bét. Jöjje. Az a bét. Wow, Flaming Strike. Ennek a Poisonnek nem olyan erős a izé hatékonysága. Ez viszont... Á, ezt elbasztam. Nem akartam inni. Hogy? Nem akartam most manát pazarolni. Ezt meg nem akartam ellőni. Amire majd nagyon figyelnem kell még a utility dolgok használatára, mert fogom. Aztán mindig félre nyomogatom a nagy pánikban. Ez egy rossz szokásom. Há. Jé, de jó. Itt ki lehet menni. Több szinten meg lehet közelíteni. Ó, ez egy shortcut lesz? Hello? Te ki vagy? Hello? Hogy? Jó, van azokkal már nem lesz gond, hogyha oda jutunk. Ezért kéne csinálni. Csak nem tudunk craftolni. Sima méreg ellen? Jó, ez rot, bloodloss, frost, sleep. Aha. Madness. Most a madness ellen lenne. Scarlet rotot gyógyít. De miért nem tudok mérget gyógyítani? Pass, sleep, frost, blood. Pass. Nem rendelkezünk a tudással. Fönt valakit nagyon nyomódnak. Ez a Redmane Castle. Halló? Halló? Zene van. Bocsánat. De tényleg, nem? Nektek nem ez jutott az eszetekbe? Mindjárt az, mindjárt, hogy itt láttuk, hogy egy droppontdal érkezik Master Chief. Legalább rossz.
erre is. Na, végre elmúlt ez a rohadvány. Arra most nem akarok leesni még. Ott vannak az oroszlánok. Azokkal még nem akarok küzdeni. Nagyon komoly. Komolyan, nem azt a kórust, nem ugyanaz a kórust kérték fel elénekelni. Azért ez nagyon hasonlít rá. Hasonlítom, hogy nem ugyanaz, de hasonlít egy kicsikét. Tehát olyan jön ennek a build-upja, ennek a egésznek. Kicsikét lassan megyünk, mert őszinte leszek. Eléggé be vagyok fosva az oroszlánoktól. Mondjuk azok egy szinten, mint hogyha lejjebb lennének. Há. Igen. Na nézzük még egy picit körül, még nem ugrok. Igen. Hát, a belső tereken. Itt olyan, mint hogyha már vége lenne a csatának. Mint hogyha lemaradtam volna róla. Tök olyan érzésem van. Az olyan, mint a Destiny 1-ben. Ti vagytok a Guardianek, de ti már lekés... És akkor meghaltak. Na majd talán egyszer a Halo Master Chief Collection-t majd előveszem. Ezt végigjátszom. Nosztalgiából. Na várjál, ez nem a main gate. Nem, az arra van. Ezeket a pasasokat szeretem. Ezek csak ülnek, várják a halált. Bár mondjuk ennyire nyugodt azért nem lennék, tehát azért harcolnék, vagy valamit, tehát nem hagynám, hogy megöljenek. Tehát legalább próbálkoznék még akkor is, hogyha nem. Ezek tényleg nagyon feladták, de hogy miért adták fő? Ilyen reményvesztettek. Persze, hát voltak ilyenek a Dark Souls-ban is. Smithing Stone, Greengrass. Ó, oh, tudom ez már melyik. Ezt tudom hol van. Itt szúrtuk le a palikat. Látjátok? Ez itt van. Ez a terület. Jó, ez ki van nyitva. Ez jó, mert akkor nem kell megmásznod az egészet újra. Honnan jöttünk le? Igen, itt van egy summoning szobor. Igen, onnan jöttünk le. Erre megyünk be. Csak óvatosan. Nem bízok én bennetek. Tudom már, hogy ebbe a játékba a 20-szorosára emelték azt, hogy hányszor támadnak hátba. Minden is hátba támad. Nézzed meg a buziát. Ott várakozik. Ő hisz benne, hogy... Hogy én majd hagyom neki, hogy izéljem. Tessék, itt van. Fogjad? Ingyen volt. Na ez azért jó, mert szerintem ebből jelenleg olcsóbban megöljük ezeket, bár mondjuk kipróbálhatnám az ütéseket is rajtuk. Úristen, és az oroszlán ide vajon bejön? Várja. Ezt én nem tudom kinyitni. Valamiről lemaradtam? Van itt valahol egy kallantyú esetleg? Titkos fal... Valamiről lemaradtam. Menjünk visszább. Valamit elrontottam. Azt hittem, hogy azt ki lehet nyitni. Vagy itt így föl lehet ugrani? Föl lehet.
kell. Oroszlánok. Ledobok egy bombát, szerintetek? Várjatok. Eszembe jutott egy ötlet. Az veszélyes lehet, oké. Aha. Nem megy el odáig. Hát ezek. Persze nem is a jó spellt raktam be, azt nézem. Az ilyen magához rántó spell. Valahogy. Hogy csináljuk ezt, hogy jó legyen? Az oroszlánok rögtön ne szecskázzák fel a fajtánkat. Főleg nem kettő. Próbálják eldobni odáig valamit. Megnézem, hogy van-e nálunk dobótör. Hát, egyik ebből van, a poisonből. Nem. Nem megy el odáig. Kitalálták. Na, kitalálták. Hát... Hájáj... Meg jó lenne. Jó lenne, hogyha el tudna menni odáig. Ez sem megy el? Nem. Jó, ezeket tisztán kell megölni. Nincs mese. Essünk le itt. Aztán... Várjatok csak. Innen már... Innen már lehet, hogy jó lesz a helyzet. Ha az oroszlán nem tud fölrohanni a lépcsőkön, akkor ezek az oroszlánok a tisztáson meg fognak halni. Ez már majdnem elvitt odáig. Ferenc, ez már majdnem elvitt odáig. Na. Szeretnék látni egy oroszlánt. Tűz! Jó, az nem jött össze. Ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Na várjatok! Tisztáson. Komolyan! Komolyan! Azt nem hiszem elbazd meg. Nincs olyan kis pici aknám. De van! A cukkó... Greenstone. Kezdjük egy hátrébb, bro. Püff! Húha! Húha! Húhú! Keresd meg őket! Keresetek célpontokat! Úgy van, nem tudom, hogy mennyit ölnek meg. Hova mentek ti? Eléri! Eléri! Nem nagyon, de eléri. Jézusom, micsoda... Milyen trükköket vett... Kell a
nagyon jó, nagyon jó. Ez az a baj, ez a Crimson Shard, ez izét fogyasztott FP-t, most jöttem rá, de ilyen vagyok. Ezt jól van, elbasztuk. Háj, de ilyen vagyok. Ha? Tűz, támadjatok! Pü-pü-pü-pü-pü! Az a baj, hogy visszavonul. Visszavonult az a baj. Kérdjük, hogy lejjebb jön-e. Itt vagyok! Itt! Nem jössz ide? Tica! A range az jó ennek a pívülnek, de... Ezt idáig elcsaljuk. Jézus! Somber Smithing Stone, Old Fang, Beast Blood. Old Fang. Nem? Ezt meg kell oldanunk valahogy máshogy. Szerintem ezeket csak egyszer kell megölni. Cica! Támadás! Jajjaj. Jajjaj! Keresem az utat! Ajjaj! Ajjaj! Hát ez nem szívesebb. Úgy van. Kicsit nehéz volt. Kicsit nehéz volt, nem mondom. El kellett használnunk az árkot is, de megdöglött. A kurva anyját megdöglött. És ott egy szmötyi bazd meg. Takarodjatok innen. Úgy van, kivéreztetjük. Hogy? Hát csak a kaput kellene kinyitni. Jó, ezek már nem jönnek ide vissza, azt tuti. Ezek az oroszlán, legalábbis nem reménykedem, benne nincs több oroszlán. Ezt ki lehet innen nyitni? Ez az ajtó, ez valami hihetetlen. Ez ilyen hard lock ajtó. Ó. Oh. Hello. Gyere ide. Nagyon kell lesz nekünk. Hogy lehet a main gate-et kinyitni valami? A gatehouse-ból. Jön a válasz, oké. Okay. De hol? Szerintem lehet, hogy onnan. Ah.
Na, mondjuk én sem raknám ide egyébként a csörlőt. Tehát logikus. Na várjunk csak, ott van egy olyan, itt is van egy ugyanolyan. És ő se tudsz bemenni. Mindegy, elsőnek nézzük meg azt, hogy ki tudjuk-e nyitni bárhogyan az a központi kaput. Mint látom, de el lehet menni, el lehet menni. Abszolút el lehet menni. Probléma az az, hogy jó, mondjuk most van gyógyító italom, mert ugye a bogár megadta, ami jó hír. Igen, az elvisz valahova, de nem akarok elvisszel menni. És ott látok egy grészt, talán. Valahol, mint hogyha láttam volna egy grészt. Nem láttam, hülye vagyok. Lehet, hogy a fény. De, ott van a Grace, ott. Itt a Grace. Szerintetek visszajönnek az oroszlánok? Hát én nem reménykedem benne, hogy ez csak ilyen egyszer használatos volt. Az oroszlános rész. Igen. Majd megyek erre is, csak ezt megnézem, hogy még mit lehet csinálni. Nem tudom. Kell, nem tudom. Nem tudom. Az igazság, hogy nekem majdnem minden ajtó olyannak tűnik, ami nyitható. Aztán kiderül egy csomóról, hogy lófaszt. Például ugye erről hittem azt, hogy rögtön nyitható, de nem nyitható ez sem. Egyébként ez a viszonylag, hogyha az oroszlánokat leszámítjuk, ez a hely, ez az eléggé békés. Olyan érzetet kelt ez az egész, hogyha vége lenne a harcnak. Tehát, hogy már megtörtént a harc, és te igazából erről te már rég lekéstél. Lehet, hogy jobb is. Igen, erre van a Wolf Warrior. De erre mi van? Hogy erre van a Wolf Warrior? Igen, itt több kijárat van. Nem, erre van a Half Wolf. Erre van az a B betűs karakter. Nem tudom, mi a neve így hirtelen. Na most itt kérdezhetnétek, hogy mit tojázok ennyit. Őszinte leszek, én magam se tudom. De szeretnék körülnézni. És ugye nehogy az legyen, hogy véletlenül valamit elhagytam. De amint látom igazából csak futom a köröket. Néha találok persze egy-két dolgot, de csak úgy megyek. Igen, ott a kapu. Na arra vagyok kíváncsi, mert most itt vagyunk fönt. Hogy egyik sem nyitható innen? Semmi sem, biztos? Ez az ajtó is zárva van? Aha, zárva van. Szerintem a központi géta az bukta. Aztán nem tudod, nem fogod kinyitni, azt leszílelték. Tehát ott elvették a lehetőségét is annak, hogy te azt kinyissad. Vagy legalábbis én nem találtam meg. Lehet, hogy föntről kell valahol kinyitni. Gondolom, nem tudom. Jó, hát akkor menjünk a Wolf Warriorhoz. Reméljük, hogy nem esik nekünk. A rosszat nem csináltam. Nem úgy néz ki, mint aki... Jó, nem lehet kijelölni. Hála a jó égnek. Meg amúgy is Rannival vagyok. Nem vagyok az ellensége Ranninak. Itt vagyok. Gondoltam, hogy itt leszel. Kicsikét aggódtam. Még mindig egyben vagyunk. But Starsko Dredan holds Rani's fate in stasis. Aha. Once he's out of the way, it'll spring back into motion. Hogyha sikerül megölnünk Radant, akkor a Rani sorsa újra beindul. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang.
Aha. Tehát karmokkal és kardokkal harcolunk ellene. Ez egyszerű a dolog. Együtt megyünk. Meglátjuk, hogy miből vagy. Hát inkább veled harcolok, mint ellened. Igen, minket már vár Rada. Ez igen. Polite bow. Ezekkel nem lehet beszélni. Ezek kicsodák? Itt van Alexander. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being? Most látom másodjáróját. It is none other than General Radahn himself. Igen. I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Nagyon örülnek, hogy megküzdett vele. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Ő bátor lesz, azt mondja. Ő bátor lesz. Aha, tehát Radahn valószínűleg nem emelt problémákat elénk azért, hogy meg tudjunk vele küzdeni? Tehát azért nincsen senki. Mert ah, és te ki vagy? Jézusom! Te vagy az öreg! Ah, mi a neve? Gael, te vagy az? Új munkád van? Na, örülök. Készen állok. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Igen. Lefesti előttünk a teljes izét. Jaj, ne! Jaj, ne! General Radahn is cursed ever to wander. Arra átkozták, hogy örökké vándoroljon. Radahn. Igen. Eaten from the inside by Melania's Scarlet Rot. Hogy belülről egyen meg a Scarlet Rot. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike. Tehát barátainak és feleségeinek is begyűjti a maradványait, és azokon él, mint egy kutya. Ujjaj, nem hangzik túl. Howling at the sky. Az égre üvölt állandóan. But now, we must make merry. Igen. Gathering of champions, the revels begin. The celebration of war, the Radahn Festival. Ez a Radahn Festival. Okay. Aha. You will find the field of battle past the church ahead. General Radahn is divested of his wits, devouring corpses and howling at the. Aha. Okay, tehát Radahn arra van. Az mostantól egy boss aréna. És nekünk, hát én oda egyedül biztos, hogy nem megyek be. Ide hívni fogjuk segítségül a félfarkast, azt tuti, vagy a farkas ember barátunkat. Igen, és erre mi a jó élet van? Amit látom, nem túl agresszív itt senki.
Van egy Smithing Stone 6? Húha. És itt pedig van egy híd, ami hová vezet. A biztonság kedvéért lemegyek, csak azért, hogy utána vissza tudjak menni. Ezt csak megnyitom, mert ugye ez alapból nem lenne nyitva. De ugye, hogyha egyszer aktiválsz általában egy liftet, akkor utána már aktív. És itt ugye van egy Marika szobor is. Jó, ez nem baj, hogy aktiváltuk. Így visszamegyek. Reméljük, hogy Radahnhoz elég erősek leszünk. Nagyon reménykedek benne. De szerintem... mi viszonylag később is jöttünk ide. Tehát mi viszonylag később is jöttünk ide. Akkor azért nem volt annyi ellenfél, mert vagy a championok kiirtották őket, vagy az, aki bejelenti itt a dolgokat, nem akarta, hogy le ellenfelek legyenek itt. Mire rátok egyébként egy elég reális esélyt. Somber Smithing Stone. Nem rossz, találtok azért itt egy-két hasznos dolgot. Ez még most is hasznos nekem is. A játék korai szakaszában meg még hasznosabb. Igen, akkor induljunk el. Biztos, hogy a fél farkas barátommal megyek. Ez tuti. És akkor... hogy megyünk oda be? Itt van egy Marika szobor esetleg? Na várja, hogy idézem őt meg? Mert azt mondja, együtt megyünk. Magam látok summon sign-t. Na mindegy, farkasok azért majd kellenek. Vagy először beszélnem kell valakivel? Nem tudok oda bemenni. Into the fray together. Nem tudok hozzáérni semmihez. Mi a franc? Beszélek újra izével. A csávóval. Lehet, hogy ő a kulcs. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even divested of his. Ja, értem, oké. Tehát mögöttünk van lezárva. Mögöttünk le van zárva a cucc. Le van zárva, oké, nem olvastam el, hülye vagyok. Le van zárva mögöttünk, tehát az nem a kötkapu, az a lezárása. És a csörcsön keresztül kell kimenni, hogy le tudjál menni, tehát alapból erre mész, mert igazából a battlefield az ott van. A battlefield az ott van, előttünk. Tehát itt küzdünk meg vele, ezen a nagy területen. A battlefielden küzdünk meg vele. Aha. Igen, ott a summon sign. Vagy nem a su... vagy de, a summon sign-t azt használjuk. Ez mindenképpen. Igen. És akkor ezt gondolom hozzá kell érni. Nem látok más utat. Remélem, hogy az oda vezet át. Jajjaj. Bazd meg. Az jó dolog. Sumon. A világ atyaharcosai egyesület. Okina. Mindenki. Segítsetek. Azt a kurva. Te pedig nem érnek oda, addig bajba leszünk. Alexander! Barátaim! Együtt megyünk! Mindenki! Pacsas! Mindenki! Együtt! Előre!
Jajj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 aj
Hülye vagy? Hát ez... ez technikailag jégkorcsolyázik a Battlefield-en. Úristen! A Warrior az ő erős. Itt kapni fogjuk. Támadt egy jobb ötletem. Ezeket hagyjuk lőni, harcoljanak, mi pedig itt távolról küldjük nekem baszónyilakat. Remélem, hogy ez működni fog. Ez egy jó harc egyébként, tetszik. Csak nehéz lesz, látom előre. Jajjajjajj. Bocs, így. Tehát ami a lényeg. Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy lehetne elkerülni. Ez, gyorsan meg kell nyomni, ezt is. Így. Ott egyébként mindenfele vannak summon sign-ok. Az a rögök, hogy itt a csatatéren itt lehet rohangálni a summon sign-ok után. Ő szerintem ezt fogjuk csinálni. Te a lovat meg lehet idézni? Kíváncsi vagyok. Lehet egyébként, hogy nem. Még rohadt nagy a csatatér. Mondjuk már kezdem látni, hogy mi a lényeg, tehát hogy gyorsan elbújsz a izék mögé, elkezded megidézni őket, és akkor reménykedsz Istenben. Van torrent. Van torrent. Tehát elkezded őket idézgetni. Ez nem valami jó hír. Ez csak hang alapján volt. Ha odaérnek egyszer hozzájuk, szerintem akkor ez menni fog. Őszinte leszek, ez azért eléggé beteg volt. Még nézzünk nagy harcosokat, hát ha találunk. Azok ott el lesznek vele szerintem egy ideig. Ezek a radanszpérek mire jók? Ezeket dobni lehet vajon? Okina. Azon gondolkodok, hogy még találunk itt harcosokat szerintem. Így van. Vannak még itt harcosok eldugva. Úristen! Kapjál már le!
Alexander! Bazd meg! Várjál! Összeszedtem ilyen izéket, mi a neve? Dobáló cuccait. Az a spear, az mire való? Az egy lövedék? Nem, az csak majd ott lehet fölvenni, aha. Ó, egyébként ennek van egy gimmickje, amit majd meg kell fejtenünk. De azt nem tudom, mi lesz. Felpattanunk a lóra. És megnézzük, hogy tudok-e... Vagy majd felpattanunk a lóra. Jézus! Ja, hát ez azért, ez így komolyan bántja az életerőmet. Hát meg kell tanulni jobban dodzsolni, gyerekek, mert jelenleg ez siralmas. Ajaj. Mindjárt kitalálok valamit. Hát a sima mágia az biztos, hogy nem lesz elég ide. Ide olyan mágia kell, ami erős. Kicsi píbölök azok nem elég erősek. Ezt idézett. Egy. Szinte majd, hogy nem az utolsó pillanatban már ugranotok kell. Ajaj! Ja, ezt nem hiszem el. Ne. Bazd meg. Jézus, micsoda egy szar hőkövető izéje van ennek. Nagyon rossz. Hát egy kicsikét bajban vagyok, mert tényleg nem tudom, mit csináljak. Az a baj, hogy nagyon nehéz közel érni hozzá. Persze a summonok harcolnak, tényleg próbálnak, de nem könnyű nekik se.
Igen, ezt megidézed, Okinát megidézed. Nagyon, tehát szinte milliszek. Az a baj, hogy itt jön ez. Szinte brutális. Azt a kurva, bazd meg. Nézzük meg, hogy kik vannak még a csatatérem. Érdekes, hogy itt van egy summon sign, de nem tudom miért. Keresünk summon sign-okat. Aha, visszatérnek a summon sign-ok. A probléma az, hogy nagyon csökken az élete. Karodjá! Gyerünk, Alexander! Jézus! Hát jó, akkor új tax van. El kell jutni a summonokig, utána folyamatosan közelébe kell maradni és figyelni. És megmondom, mit fogunk csinálni. A kezünkbe vesszük a botot. A kard az... Smith, az...
teljesen fölösleges használni itt. Ezt itt elfelejtjük. És mind kezezzük a botot. Most ez kivételesen. Na, hol vannak már a botok, bazeg? Botok. Erre vannak a botok. Jó. Main kézbe a botot. Másikba meg szerintem... nem is tudom. Vehetünk egy shieldet egyébként. Mondanám, melyik intelligenciával szkéllel. Van nagyobb. De ez. Ez egy picikét megvéd minket talán. Beállítjuk ezt. És nagyjából megvan a tervem. Nagyjából megvan a terv. Ez végig igazából ez izén fog múlni. Egy. Kettő. Igen. Bazd meg. Ez beteg. Bazd meg! Az a baj, nem érik utol. Bazd meg! Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt legyőzni Radát. Ez totál beteg ez a karakter. Ezt lehet, hogy egy kicsikét még fejlődni kéne ide. Radan az erős. Tehát ez nagyon nehéz. Commander Radan, vagy General Radan, ez... Nem nagyon tudom a harcosokkal se, tehát a harcos summonok azok
segítenek, de nem tudjuk legyőzni. Még egyszer itt most megpróbálom. Kicsikét egy bátrabb taktikával. Az a baj, hogy megtévesztő a gyorsasága nagyon annak a szarnak. Igazából talán ez a legzavaróbb. Ez a rész, amikor ez jön. Mert elméletileg ugye nekem ezt le kéne előzni. Meg valahogy túl kéne ezeket élnem. Vagy a fiúk eléggé későn kezdik el ölni. Ha jó öreg pecsiz, semmire nem jó. Úristen! Nem normális az bazd meg. Itt a Radánnál egyébként mi volt a nagy ötlet? Az igazság, hogy nem tudok ilyen gyorsan rápattadni a lovamra. Mi volt itt a nagy ötlet? Ezt elárulná valaki? Az a baj, hogy a summon sign-ok közelébe kell valahogy maradni Radannal. De közben meg az a baj, hogy menekülni is kell előtte. Nem tudom. Az igazság, gyerekek, most tényleg nem tudom. Ezt nem értem. Ez már itt értem a harcot, értem, persze, értem. Tehát vágom, hogy mi lenne a lényeg. Tehát, hogy idézed a summonokat, próbálod magadat életben tartani, hasonlók. Hát eznek a pajzsnak meg nem sok hasznát veszik, szóval a következő try-nál leveszem. Be, már megszoktam, hogy a bal kézzel használom a varázslatokat. Mondjuk az időzítéseim javulnak. De gyere! Mondjuk a pajzs most megvédett. De gyere! Tehát a támadás olyan, hogy átmegy mindenem.
Ezért kellene egy szúrófegyver, hogyha lesztegerelődik, akkor meg tudjuk szúrni. Tehát ugye egyszer láttunk egy olyat, hogy annyira meg lett ütve, hogy megszédült. Az igazság, hogy jó lenne, hogyha lenne runárkunk. Ranélkül kicsit nehezebb. Ugye ez az extra életerő az nagyon jól jönne most. Maradjunk a Stompy-bölnél. Jó, az ott megvédett. Egy. Kettő. Jó. Ez nagyon beteg ez a rész. Talán ez... Főleg úgy, hogy a felét nem látod annak, ami történik. Ez nem egy pontos lövedéke. Nagyon nehéz. Ennek a delay-es szarnak... Nagyon nehéz kiszámítani az idejét. És az igazság, hogy majdnem mindenkire szükség van. Tehát középen kell tartani. Tehát ez volt a leghasználhatatlanabb. Volt időm odaérni.
Várj, csak én maradtam. De most miért ugrok le a lóról? Nem. Hülye vagy? Hát ez rosszabb, mint a Nameless King. Hol van? Jézus. De mondjuk támadt egy jó ötletem. Ez ellen valamiért a mágia nem nagyon hat rá, ellenben viszont a kardom, mint hogyha az jobban működött volna. Tehát azt néztem, hogy a kardommal egész jókat ütöttem. Meg kell nézni ezt azért még. És inkább ezt a mágiát fogom bevetni, ami engem véd. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert ez ugyan pazarlóbb, de legalább csinál valamit. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy van az a mágia elnyeléses cucc, az segítene rajtam. Oké, ezek már viszonylag tisztán mennek. Viszonylag, mondom. Persze itt beszívok egy párat mindig. Jó, mondjuk az eléggé erős az a fegyverem. Meg vagyok lepődve. Ez a vérzéses weaponom, ez nem rossz. De csalás ez, bazd meg! Jaj, Radan, nem áll. De egy valamire rájöttem, hogy a fegyverünk az kurva hatékony ez a izé ellene. A vérzés az nagyon bántja őt. Tehát nem lehetetlen közelharcban sem megölni őt, csak hát oda kell érni. Tehát ez totál egyértelmű. Nehéz, mint a szar. Tehát tényleg nagyon nehéz. De meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Abszolút meg lehet csinálni. Nem lehetetlen. Nincs olyan. Mondjuk ezután, hogyha nem megy, akkor muszáj lesz innom egy vizet. Mert nagyon szomjas leszek. Az igazság, hogyha lenne egy runárkom, azért könnyebb lenne. Ezt utálom egyedül. Nem szeretem, mert olyanokat üt, bazd meg.
hogy muszáj megközelítenem, de nem tudom, mert annyira kellene valami extra életerő pajzs. Ez abszolút egyébként egy ilyen endurance fight az egész, tehát ez nem arról szól, hogy ennyi immunitásod van, mennyi ez az életerőd. Ez abszolút egy életerő harc. Equipment. A sorcererimmel nem sokat fogunk menni, tehát ez most kivételesen, ameddig a sorcereri nem elég. Tehát az életünket föl kell edzeni, mindent az életerőre kell rakni. Az immunitást is ki kell cserélni életerőtöltődésre, vagy bármire, ami megvéd engem a mágiától. Hát ez nem tudom, hogy minek felel meg a legnagyobb problémámra. HP maximumon erősebb. Az jó. Ez abszolút egy ilyen endurance fight. Mennyit esik a staminám, hogyha elkérem az életerőtöltőt is? 105-re lemegy. Jó, legyen hát. Én bevállalom. Én bevállalom, baszki. Maximum HP-n elméletileg jobban fogjuk bírni az ütéseket. Egy. Kettő. Ez egy kicsikét korán volt szerintem, de nem baj. Normálisak vagytok? Bazd meg, jó ég. A baj, hogy ilyenkor egy lehetőséget érzek, amit meg lehet tenni, hogy felugrok a lóra, és megpróbálok elmenekülni. Tehát amikor elrepül az égbe, akkor meg kell próbálni a lóval elmenekülni. Az látom egyedül reálisnak. Mert ugye az életét egyébként a vérzés lekapja, tehát lemelteli, tehát így eltűnik neki. Nem, tehát azzal abszolút nincs probléma, most már. Hogy rájöttem, hogy a vérzés az egy nagyon jó dolog ellene. Az a baj, hogy a mágiával, én nem vagyok elég erős mágus. Most jelenleg nem vagyunk elég erősek a izében sem. Az igazság, hogy okosan kellene csinálni nagyon. De ezeket kellene túlélni valahogy. Ez vagy nagyon nehéz túlélni. Szinte leszek mindenkire szükség lenne.
izgalomba jött. Izgalomba jött a rohadt életbe. Na megvan, megvolt a tax. Szép voltunk. Remélem nincs második fész, mert itt jó megszopjuk akkor. Ja, egyébként is visszaindultak a csillagok, de nem tudom hova mennek. Ez kemény volt. Elden Ring. Oda nézzetek, hogy tőt. Ott tőt. Bazd meg. Hülyék vagytok ti. Ez kurva kemény volt. De jó, mondjuk most már visszaállítom viszont a rendes buildemet. És már visszaállítjuk. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ez a stamina ez annyira kell nekünk. Bár mondjuk nem baj, hogyha van. Az immunitit szerintem... Hát... Szerintem azt a lecseréljük valami másra. Hát, mire cseréljük le? Hát, az immunity az nem volt olyan rossz. Rise az attack power. Critical hit restore HP, az még nem rossz, nem rossz. Az igazság, hogy ez a... elmaradjunk az immunity-nél. Good. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokra. Where Rani's fate will be decided. Let's meet the falling star with the earth. We'll take up our swords once more for Mistress Rani. Let's meet where the falling star bit the earth. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fan. The curtain's rising. And the final act. Let's meet where the we'll go into battle. My only purpose is to fight the curtain's rising. Okay. Rambam. Level up, 70 ezret ért. Hát egyet tudunk, egyet. Egyet tudtam rakni az intelligenciára. Az nekünk 37 intelligenciát jelent. Kivéve, hogyha Warming Stone. Hű, hogy a zelályokat hillelte volna. Hát most már annyi baj legyen. Hát, ez nem valami sok. Már nem maradt semmi. Már nem maradt semmi ezen a csatatéren.
Menjünk ki akkor innen. Hát, ha még lehet valakikkel beszélgetni. Ahhoz képest, hogy ezt nem akartam, hogy egy hosszú rész legyen. Ahhoz képest, hogy egy hosszú rész lesz. Jó, Istenem! Ó, és akkor ezt kivitt a várból. Aha. Na de most még egy valamit megnézünk. Ugyanis emlékeztek? Én bejutottam ide a várba. Vagy a toronyba. Remélem most már ki tudjuk nyitni a izét. Hogy nálunk van Radannak a cucca. Aha, most már nyílik. Annó ide ugye fölmásztunk. Wow, kemények vagyunk. Aztán Dokromba kéne mennünk. Arra folytatódna az utunk. Ez pedig Radan rúnája. Radan's Great Rune Restored. Bár mondjuk miért meg elmegyünk majd oda a következő részbe, azt tuti, hogy még körülnézünk itt, hátha vannak kisebb dungeonek, ilyenek, mert erősödnünk kell, gyengék vagyunk. Azért ez a Radan fight is megmutatta, hogy ez én nem egyszerű ez. Bár ez a kard egyébként ezzel a skilleléssel azért eléggé brutálisan erős. Meg vagyok rajta lepődve. Térjünk vissza a ide. A round table-höz. Tudtunk egy szintet lépni. Annyira nagyon sokat kell, hogy ez valami hihetetlen. Az a baj, ez nem tanít sok mindent. Az a baj, amióta eltűnt a mágus, eléggé szarban vagyunk, majd beszélek a teknőssel, hogy legyen már valami. There are four more, Nicola of the his twin, Luna Prince, and the one Rani is said to have cast aside. So here at the hold, if you should learn, I'll trade you for. We both have. Az igazság, hogy még azt a Morgothot megtaláltuk. She hides in a cave. She knows the. Várjál, kik vannak mi? Nicola of the Nicola, Nicola hátra van mi? His twin, Melania, the undefeated soldier, Melania, Princess Rani, és Rani, the one only known. És a Lord of Blood. Tehát még hátra van három, mert ugye Rani, az ugye ő már leadta a rúnáját Renalának, de Renalát meg már elkapta. Tehát ő neki, őt legyőztük. Bell Bearing Shop, tényleg van nálam a Rogers Bell Bearingje. Offer Bell Bearing, a Picker. Több nincs. Nézzük meg, hogy mit lehet tőle venni. Ja, igen, a szellemeket lehet most nagyon, tehát már megvannak a szellemekhez való dolgok. Itt vannak a runárkok is. Hát ja, ezeket sajnos meg kéne vennünk. Majd. Jó. Megnézzük, hogy mit tudunk az öregasszonytól kiváltani.
a másiktól a rúnák tekintetében. Kicsit megzavarodok mindig, hogy merre kéne menni. Ja, meg a izét akarom megnézni, hogy radar rúnája mit okoz. Ez HP-t tölt? Ó, ez sokkal jobb. A radané az sokkal jobb. Ugye ez attribútokat emel, ugye, hogyha aktiválod. Ez viszont HP-t és FP-t és staminát, tehát ez egy eléggé no-brainer. Tehát ez egy eléggé no-brainer rúna. Tehát ez a radané a klasszikus. A klasszikusabb, hogy is mondjam, emberhöz hasonlít. Tehát az emberhöz hasonlít, sőt, szerintem az is. Kovácssal beszélek. Smithing Stone 5. Rohadt kevés van. 6-osból már találtunk, de 5-ösök kellenek nekünk. Majd. Most nem akarok beszélni. Még mondom, a finger readerekkel akarok beszélni. Mondjuk itt a mágia rettenetesen hatékonytalan volt Radan ellen. Radannál konkrétan úgy kellett Radant megölnöm, hogy abszolút a vérzéssel. Tehát Radanra a mágia semmit nem ér. Legalábbis én nem tudtam úgy használni. Lehet, hogy magasabb szintű mágus jobb lett volna, de nem tudom egyébként, hogy a mágusok ezzel hogy fognak elbírni kis élettel meg izével. Majd meséljetek róla, hogyha full mágusok voltatok. Purchase. Ó, meg lehetne venni a Radannak a szettjét. Meg lehetne venni a Fel Omen Cloakot is. De durva! Az, ami a izén van. De kemény. És akkor a Radannak is itt a szettje. Ez a Radan spérek. Ez a Greater Oak, és innentől kezdve vehető. Az igen. Queen Leggings. Hát a Fel Omen Cloak az igazából mágia. Ez meg egy jó nehéz. 17,5, 11, ez nagyon nehéz ez a páncél. Ez nagyon-nagyon nehéz. Hát majd lehet, hogy összefarmolok rá XP-t. Csak azért, hogy ki tudjuk őket venni, hogy meglegyenek. De csak erre költöm el, tehát a szintlépésre nem költöm el. Ezt megígérem. A szintlépéseket itt fogjuk megcsinálni. Igen. Ez egy Strength, Dex, Build-es, Scourge Greatsword. Mondjuk egy picikét de nagyon sok Strength kell hozzá, ez felejtős. Ez egy strenges bó, kritikál. Szerintem a Colossal Swordot azt úgyse fogjuk már használni. Ellenben viszont a Great Bow-t az biztos, hogy még jól jöhet. Hát, őszinte leszek, egyik se nagyon hasznos, hogyha őszinte akarok lenni. De akkor már inkább a bow-t egyelőre. Egyelőre a bow-t vesszük ki. Nem hiszem, hogy fogom sűrű használni, de jó lesz. Ezért akarom megnézni, hogy ebből mennyi van nekem? Hogyha van belőle, akkor nem veszek. Aha. Mert akkor ezt a Great Arrow-val majd lövöldözhetünk itt. Ez mekkora az a Great Bow? Kíváncsiság kedvéért. Tudom használni.
Azért 12-30. 6-15-30. Hát igen, ezt is, hogyha nyomnánk rá a pluszokat. Lion's Great Bow. Übazd meg! Azt a büdös mindenit, mekkora ez. Jézus, ez nagyon nagy. Ez ilyen Monster Hunter Bow szintű cucc. Ez ilyen Monster Hunter-es cucc. Nagyon komoly. Na jó, hát vegyük ki tőle, kezdjük el kivenni tőle a dolgokat. Egyelőre nem veszem ki a Radannak a dolgait, mert azok nagyon drágák is, meg nehezek is. De a többit azt azért megnézném. Ez a Fell Omen Cloak-ot ezt megnézem. 12-ért kiveszem. Hát... kivesszük a kesztyűt, a Briart, vagy kivesszük a Radans Gauntletet, mert az se, mind a kettő jó néz ki a kurva élet. Tudjátok mit? Kivesszük ezeket. Aztán a többit is majd elkezdem kiszedni a többi részre. A Radannak a többi részét is. Ezt kíváncsi vagyok. Hoppá, nem ezt akartam. Switch, VF? Nem. Simple VF. Ezért nézzük meg ezt a Fell Omen Cloak-ot. Scroll help. Hol van? Azért Cloak-nak minősül. Hát azért... nem rossz, immunitásokat növeli. Poison-t azt nagyon leszedi viszont. 10-zel lecsökkenti a poison-kat. Hát a Fell Omen Cloak az... eléggé csutivá teszi azért. Nem rossz, de egyre nem is jó. Karaktert kicsikét olyan butává teszi. Még a poisonkat, hogyha megnövelnénk, az nem lenne rossz. A Briar az erősebb, de ez ugye ilyen heavy gauntlet, az 5,8, az 3,4. Ez a poisont is növeli egyébként. Sőt, mindenben jobb. Még a Briar se rossz. Tehát a Briar Gauntlet. Majd nézzem. Hát ki kéne menni egy kicsit a fényre, mert olyan sötét van itt bent, hogy azt meg akarom nézni. Beállunk, itt jobban látszik. Nem is láttam már a karakterem arcát mióta. Hát nem néz ki rosszul ez a kesztyű sem. Nézzük meg a generálét. Nem néz ki rosszul az sem. Kicsikét talán vaskos ehhez. De tény, hogy ad izét, poizot. Briar Gauntlet az nem sokkal nehezebb egyébként, mint a Raging Wolf. Valamennyivel erősebb, talán. Nehéz eldönteni. Az a jó a Raging Wolf-ba, hogy nem egy nehéz cucc. Tehát eléggé könnyű. Ez nagyon hasznossá teszi a Raging Wolf szettet. Könnyű armor, és viszonylag erős. Na jó.
Na tisztelt nézők! Szeretném megköszönni a figyelmeteket. Ez egy jó kemény fájtok voltak, de sikerült túllendülnünk rajta. Most viszonylag szerintem még nyugodtan is viselkedtem az átlagos őrjöngéshez képest, amit én itt az Elden Ringgel le tudok vágni. Szeretném megköszönni a figyelmeteket, én Ferrir voltam, és találkozunk legközelebb, amikor is kutató útra fogok indulni. Addig is, sziasztok!